Köszönjük a Resident Evil 8-nak nagy valószínűség az utolsó részében. Szóval akkor az volt a feladatunk ugye, hogy harcoljunk Evelynnel. Yep. Ne essünk pánikban és megoldom. Ez nem hangzik rosszul és ugye meg is néztünk mindent, szóval tehát akkor mehetünk egyből. Tehát valahogy a Evelynnel kellene harcolni és szerintem tehát itt vagyunk a végén. Az baj. Mit ír? Ja, el kéne bújnom, jó, sebfertőtlenítőt először, tehát ha már egyszer... Aha, tehát el kéne bújnunk ilyenkor. Értem. Erre. Várj a lehetőségre. Az most volt. Most volt az a bizonyos lehetőség, igaz? Jó. Még nincs vége, légy óvatos. Jó, akkor szerintem hátrébb... Sss, várj. Jó, megvagyok. Az baj! If you've never been born, it would have been perfect! Nyomod, ez megvan. Yep, jó. Még három. Hol fog teleportálni? A kék fénybe. Meg lehet állapítani! Főleg akkor, hogyha nem mellém spannolna be. Vigyázz, hogy most hova lépsz. Oké. Okay. Tehát ugyanaz a gameplay, csak kevesebb hely van, amerre mehetünk. Jó, megoldjuk, tökéletes. Kapod a hiteket rendesen, jó, most már csak kettő kell. Ó, basszus. Ez nagyon-nagyon rossz így. Ó, nem kell, onnan fel kell, nem baszki. Jó, ez halál szerintem. Ja, mert ott is van egy virág, a másik virágot nem is vettem észre. Gyerünk, másik virág. Jó. Visszabújunk szerintem. Most jön a hármas, azt hiszem. Jap, ne is mehetünk fel. Kapd a hitet, az baj, azt meghaltam. Nem ér odaig a range. Ja de, hogy tehát, hogy én nem kapok itt hitet? Mert hogy miért, mi van? Ha te mondod. Üdvök neked, oké. Okay. Nyomjad akkor Michael, toljál valamit, légy szíves. Nyomjad, Michael, nyomjad. Ide. Jó. Koncentrálj tovább, én segítek. Oké. Okay. Nyomom. Ó, végtelen erőnk van. Visszállt Evelyn. Ez csapda. Give up, Rose. Find that crystal. Én mondtam, hogy Michael's Ethan. Én rohagyják, meg mondtam, hogy ő az apánk. Ez... Ugye ő volt. Mert most, hogyha összekeverem, akkor baj van. De nem, ez fixen ő volt szerintem. Mindjárt megtaláljuk a kristályt is szerintem, eléggé közel vagyunk. Voltunk már, végeztünk akkor a Beneviento lakája. Hátra van még... Várjunk csak. Michael? Are you there? Rose, look out! He saved me. But he didn't make it. That voice. My dad's voice. Yep. Is Michael? My dad. Don't give up, Rose. Find that crystal. Because of him, I can keep going. I have to find that crystal.
Jó, akkor tehát most már haladunk a Kristoffe. Egyébként tegnap írt valaki egy nagyon-nagyon eszes kommentet. Jó, amit meg szerettem volna említeni. Szóval a kastélyban nagy valószínűséggel, tehát ugye az alapjának az egész játéknak, hogy Mirandának a fejében vagyunk gyakorlatilag, tehát az emlékei között, vagy a franc se tudja hol. És az első helyen Duke volt a gonosz. És valaki azt írta, hogy meg lehet, hogy azért... Ja, ez a kastélyban volt még. Szóval valaki azt írta, hogy meg lehet, hogy azért volt Duke a gonosz, mert Miranda olyannak látta őt, mert ugye Ethannek segített. Pisztolyőszer minek? Ó, vicce, kaptam a cuccaimat, jó. Szóval meg lehet, hogy azért volt Duke a gonosz, mert Miranda gonosznak látta, ugye? Mert hogy segített Ethannek? Miért tudom fel a játék engem ennyi töltényjel elhasznál? Ja nem, megvan a hílem, jó. Hát akkor valamit rendezkedünk, és tudunk még egy hílt csinálni. Én belemegyek abba a még egy hiába szerintem. És akkor itt említek, semmi nincs, és ott van valami nagy maga, hogyan elnéztem. Na, én is ezt szeretném kérdezni, mik ezek a feketejük? Ez a nagy falunak a... Japp, ez a nagy falu. Csak... I can sense something from over there. Meg a Mike-ájt. Haló? Nem tudom, olyasminek néz ki, mint hogyha az a nagy mag lenne. Szerintem már tényleg, tehát itt vagyunk a vége fele. Cső! Várj egy percet, te, hogyha jól látom, én vagyok. Viszlát? Jó, hát figyelj, akkor én követlek téged szerintem, hogyha nem baj, te csak itt elszublimáltál. Hát akkor mégsem követlek, meg lehet, hogy itt van valami érdekes, de ahogyan elnézem, nincs. Sokor fehér zsája. Nyomhatjuk igazából, az se baj, hogyha lesz erőnk. És ez mi? Még egy sebfertőtlenítő, jó. Nagyon-nagyon megtöm minket a játék, ami feltételezem, ott fog majd kiderülni, hogy tehát mire. Szóval mindez arra készít fel, hogy milyen csata lesz ott valószínűleg. Na meg itt! Erre nem tudom, hogy miért nem számítottam, ők is fel fognak elni, akik tehát itt vannak mellettem. Mennyi töltény kell nekik? Szerintem adjuk fel. Szerintem rohadtul adjuk fel. Ja, nem, meghaltak, jó. Hogyan nem kell, csak 4 volt egy ellenfél, azt hiszem. Talán 3, nem, 4, jó. Akkor ez kevesebb, mint az előzőek, hál' Istennek. Googolok, akkor nem lesz jobb a célzásom. Nem azt vettem észre sajnos, szerintem hiába googolok, ez csak a cségóban működik. Na mindegy, haladjunk. Az a fő célpontunk, az a rohadt nagy virág. Még 12 pisztoly töltény, az nem is olyan rossz. Na, ez is fel fog kelni. Meg. Ja, azok fognak felkelni, jó. Jó, szépen megosztjuk a damage-et kettő között. Jó. Az még egy kill, és az ott pedig még egy. Itt pedig feltételezem, hogy még több pisztoly töltény, nem shotgun töltény. Jó, az se rossz, hogyha van igazából. Hát ha bedob még egy olyan bullshit boss-t a játékba, az is, hogy a hátát kell lőni, na az nem tetszene, remélem nem lesz még egy olyan. Hé! Hey! Már mindegy. Annak már mindegy. Azt már hagynom kellett volna a francba. Na! Na! Jó, egy. Erre nem lesz elég pisztolytöltényem. Ezek mellett el kellett volna futnom szerintem. Ezeket meg is tudom tehát egy csomóba fagyasztani, nem? Hát vagy ez... Ne. Jó. Nekem így is jó. Hogyha játék ezt akarja, én nekem tehát bőven ez is jó. Csak az a kérdés, hogy mennyire kell erősen fókuszálni, hogy ezt meg... Na! Léci! Köszönöm. Jó, nagyon-nagyon hülye döntés volt szerintem, alig van töltényem. Jó, akkor lemegyünk. A magja fele gyakorlatilag szerintem, mert tehát az ott fenn az csak egy nagy virág volt, valamert itt kilen kell lennie a gyökerének, mert nem tudom, hogy minek kategorizáljam ezt a Mega Mike-ájtot. Penész. Az. Penész gomba. Kutass a barlangban, meg lesz szerintem. Még mindig nem értem, hogy hogyan fogunk mi innen kimenni amúgy. Megvan a magja határozottan. Fúj. Fúj. Jó. Vagyis hát nem jó, egyáltalán nem jó. De értem, egyből egy könyvet látok, szóval akkor olvasás time. Csak ne...
Nehogy bevágjál még egy sklerúciumos feliratot, mert most jelenleg fáradt vagyok, hogy azt kiolvassam. A Megamájkájt magába szívja minden élet emlékét a hatókörén belül, de vannak törvények, amelyek ezt a réteget szabályozzák. Érdemes katalogizálni őket, mint nyilvánvalóvá válnak. Első, az emlékek, amelyek ezt a réteget alkotják, szigorúan véve nem tükrözik a valóságot. Második, csak azok tartják meg az irányítást képességeik felett ebben a rétegben, akik még életükben hangolódtak rá a Mutamájkájtra. Tehát ezért tudta irányítani magát Ethan, és ezért tudom irányítani magamat én. Ez összhangban van a Mutamájkájtról alkotott felfogásommal, ahogy az feltárult nekem a halálom előtti látomásaimban. Igen, a halálom. A fizikai testem megszűnt létezni, elnyelte a Megamájkájt, és mégsem esek kétségbe, mert ez a sors lenyűgöző felismerésekkel ajándékozott meg. A sok évnyi munka nem volt hiába való. Az emlékek, a tudatosság, a megértés és a tudás, amit az életemben felhalmoztam, ide került a Megamájkájtba, ebbe a világba, ahol energiaforrásként működik. Ha hasznosítani tudom az energiát, akkor valószínűleg képes leszek manipulálni mások gondolatait és emlékeit. Természetesen a helyzet messze nem ideális, mivel rengeteg elme és elmék gyűlt itt össze, egyetlen szemét megtalálni hatalmas kihívásnak bizonyul. Az emlékei itt vannak, igen, de szétszóródva. Talán csak a megfelelő testre van szükség, amiben beletehetjük. Persze már ismerem a tökéletes testet, az egyetlen igazi jelöltet, akivel évek óta tartó keresésem során találkoztam. Rosemary Winters. Hát az én vagyok. Eljöttem, hogy én vagyok a tökéletes test, akkor gyere, aztán bunyózzunk, I guess. Mondjuk nem nagyon van rá most jelenleg se töltényem, se... Mondjuk megtöm a játék azért eléggé. Rosemary Winters másolatát akartam elkészíteni abban a reményben, hogy egy tökéletes másolat alkalmas lesz hordozónak. Az eredmények azonban korán sem voltak ideálisak. Szóval akkor ezért volt szükség az igazi énemre. Úgy tűnik, hogy valamilyen interferencia megakadályozza, hogy megfelelő másolatot hozzak létre. Ehelyett sikerült létrehoznom valamit, ami lényegében egy élő játékbaba. Hasonlít a valódi személyre, de semmilyen erővel nem rendelkezik. Ez a szánalmas teremtmény nem alkalmas hordozónak. Továbbra is próbálom megtalálni az interferencia forrását, eddig a következő elméletek jutottak eszembe. Az, hogy maga Rose még mindig életben van, valaki más okozza ezt a világban, vagy pedig hibás a módszerem. Egyik sem tűnik különösebben valószínűnek, és egyik sem könnyen megoldható probléma. A legjobb esélyem akkor lennének, ha valahogy ide tudnám hozni Rose-t ebbe a világba. Minden olyan egyszerű lenne, ha felajánlaná magát hordozónak. További észrevételek, a rózmásolatokkal végzett további kísérleteim egy újabb felfedezéshez vezettek. Amikor rózmásolatai olyan helyzeteknek vannak kitéve, amelyek rendkívüli félelmet keltenek bennük, halvány jeleit mutatják azoknak a képességeknek, amelyekkel Rose rendelkezik. Ezt tovább kell vizsgálni, és úgy gondolom, hogy az első alkotásom a maszkos férfi éppen alkalmas egy ilyen stresszteszt elvégzésére. De nagy veszteség egész idő alatt egyrészt figyeltek minket, másrészt meg, tehát akkor Duke volt az első ilyen alkotása, aki tehát kihasználta azt, hogy stresszteszt legyen, tehát hogy tesztelt minket. Egész eddig csak próbánkon mentünk át, hogy csak is kizárólag az igazi Rose juthasson el idáig. Aha, úgy tűnik, hogy a tudatokkal való kísérletezésem során egy betolakodó otthonra lelt a birodalmamban. Ez a betolakodó nem más volt, mint Evelyn, aki a saját kis szánalmas tervének megvalósításán dolgozik, és aki miatt a tervem most némileg késésben van. Ha Evelyn nem avatkozik közben, Rosemary Winters a kétségbeesés szélén állt volna, megfosztva az élni akarásától és a Mutamájkájt erejétől. Ehelyett most új szenvedély lángol benne, el kell oltanom. Hát jó, figyelj, én mondtam már, tehát hogyha bonyózni akarsz, én itt vagyok, úgyis meglettem most tömve töltényekkel, meg mindenféle baromsággal. Csak ne legyen megint az ellenfél, akinek van egy darab pontja, amit lehet sebezni. Azt most már nagyon-nagyon, tehát olcsó megoldásnak gondolom, de tényleg, tehát találkozunk már vele háromszor. Ha ténylegesen a kristály... Michael, aki amúgy Ethan. Csak tehát nem akarta egyértelműen leleplezni magát, tehát érthető. It's through here. Azt mondod? Ez valami rituálénak tűnik. Fekete Isten, aki bennünk él és akiben mi élünk, teremts nekünk egy új világot a te akaratod szerint. Sötét tudatod egy másik esélyt tartogat számunkra, amelyet kegyesen felajánlunk és örömmel elfogadunk. Az elvesztett bárány vérét iszod, amint az leereszkedik sötét világodra. Nem azért, hogy elpusztítsd, hanem hogy megőrizd és újra életre keltsd. Úgy... Ja, hát ahogyan felolvastam, én úgy éreztem basszus, hogy tehát kezdenek lebegni itt a tárgyak a szobámba, szóval szerintem inkább hagyjuk ki ezt a vallásos cuccot. Hogyha egy mód van rá, nem akarok... Jó, nem akarok olyat mondani, amitől tehát itt még a végén basszus pókol legmély bugyraiba keveredek.
Ez az igazi kristály. Viszont akkor nem lesz erőnk. Vagyis hát itt még lesz, gondolom, csak tehát való életben nem lesz. Mi történt Káva? Ő volt a játéknak a legelején, egy kábeti volt a faszinek a neve. Azt hiszem. Basszus! Miranda! Na megint te! Egy is elég volt belőled, de tényleg. Rose, I've waited so long for you. Who are you? My name is Miranda. What? You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue directly. So, I had to lure you into this realm so that you might willingly relinquish your powers. As much kamoy. No, but Kay said... Did he? Boss! Or did I? Erre a lehetőségre nem is gondoltam. That was an illusion. Very convincing, wouldn't you say? Ez most komoly! No way. Már megint! Now you can become the vessel for my Eva! Másodjára húztak csőbe ugyanazzal az olcsó trükkel! Rose, run! No way, itt ennek az arca. Lehetett látni egy picikét. Haló? Ethan, you pest! Go! So, stop me from he can manifest. He can't save you, Rose! No one can. Rose! Hát jó! Jövök! Jó! Paterrel együtt itt csapatjuk? Hát mi a franc van veletek? Mint teretek, Paterrel együtt csapatjuk. Az baj! Mellette elcsúszunk, na! Puk, azaz, Pater, hogy nyomatja basszus? Jó! Kópozunk! Haló! Mennyire van nem is lehet megfordulni, szerintem lusták voltak megcsinálni azt, hogy mögöttünk történjen bármi is. Meg se lehetett fordulni. Olyan fura itt ennek az arcát látni. Ő mindig is arctalan volt a Resident Evil 7-ben és a 8-ban is, ugye? Why didn't you tell me who you really were? Why'd you let me call you Michael? I didn't want to complicate things. I just needed you safe. Ja, logikus egyébként, az határozottan logikus. Még a végén kiderül, hogy még te is Miranda vagy, akkor valakit lelövök. Jó, meg lesz, figyelj. Vezess az utat. Jó. Rose! Oh, hell no. Shotgun! Csapd el a shotgun! Ó, ez nem jó. De nincsen erőm! Nincsen erőm, igen. Ó, cse... Pontosan a szemébe! Yes, sir! A gigacsed, Father, a gigacsed! Ez rohadtul egy boss aréna. Ethan! Persistent as always! Dad! Rose, now's your chance! Go live a normal life! Make friends. No one will ever call you a freak again. But... Rose, just go! I don't want to leave you! I know. I love you. But I need to know that you're safe. So please, just... Ethan, you insolent pest! I got this. Get out of here! Törd össze! Yes, sir! Visszamegyünk Fatert megmenteni! Don't worry, Dad.
got this. You think your powers will allow you to stand against me in the heart of my domain? Foolish little girl. Azt mondja, Adi, elkíti... Tudok teleportálni? Mit krenkelünk? Teljes egészében mi a franc történik? Az érkező lövedékek elnyelés, szóval ezek voltak azok a gombok. Azt nem tudtam elnyelni, az már túl, az benyeltem inkább, azt nem elnyeltem. Megleszel, túl közel, hol a francban van? Azt már hihet, na! Kiskacsög! Nem tudtam, pont újra töltöttem ezt a retkes pisztolyt. Na erre, ezt megoldjuk. Ez bőven, ez nyerhető egyébként, ez nagyon-nagyon nyerhetőnek tűnik. És ezért nem lehet kidőlni? Nem, azt most már nem lehet, az Ethan-os boss fight volt, azt itt nem lehet. Azt mondod, gyere! Azt vagy túl korán nyomtam, vagy túl későm, vagy nem tudom mi a franc bajom van, de... Valami baj volt azzal, az fix. Gyere. Azaz! Ja és ebből, tehát az elnyelésből... Ebből visszanyerjük az erőnket. Értem. Csak tehát valahogyan sebezni is kéne. Fagy meg. Ó, hogy szomorodjál meg, basszus. Azaz. Nagyon nyomjuk. Kérlek, fagyjál már meg való a levegőbe. Azaz. Tökéletes. Azt mondod? Gyere. Hang vagy. NPC moment. Ja, ilyenkor nem lehet sebezni. Mi, hogyha én azt mondom, hogy... Ó, most megint golyózni akarsz? Gyere, fagyjál már meg. Nem. Nem fogom tudni elkapni igaz... Ó, édes Isten. Hopp! Oké. Bőven megoldjuk. Na, ez megint... Jó. Nyomjuk. Nem fogom tudni elkapni sajnos szerintem. Ajj! Hopp! Azaz, jó, ezt már betanultam. Már megvan a timing teljesen. Fogom tudni elkapni soha szerintem, az a baj. Pak! Jó. Na, légy szíves. Ne azt! Az nem jó. Az a baj, mindig túl távol van. Nem fogom tudni megfagyasztani. Nincsen időm megfagyasztani, nem. Az a baj, szerencsésnek kell lennem, hogy tehát pontosan ott maradjon, ahol... Igen, valahogy így. Nem volt időm rá! Oh. Mindig éppen, hogy nincs elég időmre. Azaz! Egy! Kettő! Három! Puk! Masszív meg a Maikai támadás mindjárt. Előbb ezt kivédem szerintem. Én azt mondom rá, hogy... Na és akkor ez zalt, ez mit tesz? Az határozottan kapta. Hogy a francba tudtak egy jó boss fightot csinálni Resident Evil-ben, de tényleg? Mármint, hogy ezzel most nem azt mondom, hogy a boss fightok rosszak. De ez egy valahogyan mégiscsak több. Eléggé, tehát fura ugye abban a szempontból, hogy képességeket kell használnunk, de azon kívül szerintem teljesen jó. Ó, basszus. Gyere csak! Gyere rám! Hang vagy! Fogalmam sincs, hogy hol van. Ott van. Na? Ha! Ócska vagy! Gyere! Puk! Azt ugyan kaptam el! Ó, nem. Ó, azt nagyon nem. Azaz. Azt már hiába is lőttem volna szerintem. Jó, muszáj használnunk egy ilyet. Ma virág kell. Jó, maxosok vagyunk. Ugye beadhatunk megint egy altot. Egy altot most! Yes sir. Van még pisztolytöltény. Pick! Pak! Na meg még a... Puk, a harmadik testvér azaz! És még pakút is belefért! Hoppá! Basszus. Do you still not see? There is no happy.
Ne, azt mondod? Amúgy egyet kell, hogy értsek, tehát hogy facts. Mi a terv? Mi a terv? Mi a terv? Mi legyen a terv? Ez nem olyan történik számít, amit vissza tudok szerintem küldeni. Az utolsó másodpercekbe kell... Erre fel most nem... Nem jó! De megoldható, ez nyerhető amúgy. Ez bőven nyerhető, szerintem. Mind hármas! És akkor ezt tudod mit jelent? Egy ilyet jelent! Hehehe! Pik, pak, puf, jó. Na ja, ez dodzsolt ki. Majdnem egy egész pisztolytár, nem is olyan rossz. Hilt is állni, Hill kéne először mindenképpen, igen. Na jó, most ráér most a pisztolyűre töltés. Tökéletes. Rohadt jók vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Megint három. Ez necces lesz. Egy. Kettő. Három. Mi van veletek? Király vagyok. Azt mondod, hogy megint egy háromasat lenyomsz. És mi, hogyha én azt mondom, hogy egy. Kettő. Azt elcsesztem. Azt is jó, a kettőből azt már nem tudom, az már átment a harmadik hitre. Jó, nem baj, kapsz egy ilyet? Hogy a francba ne kapja? Jó. Mi lenne, hogyha nem lőnék mellé, inkább megállok egy helyben, inkább nem megyek felé. Erről nem beszélünk, jó? Ezt kihagyjuk, ezt a célzást most. Hát ott teszem, meg lehet, hogy jobb lenne. Miért nem tudok elzni? Ja, jó, most már tudok. Az megint hármas? Az megint egy hármas lesz. Gyere csak, gyere csak. Egy. Kettő. Három. Gyere, hol vagy? Még egy hármasra rákészülsz? Én meg rákészülök egy altra szerintem. De úgyis ezt még kivegyük. Kettő. Három. Az E, az nem volt benne az E, azt nem, azt kihagytuk. Azt kisporolták, basszus. Azt mondod? Én meg ezt mondom. És most az utolsó shotgun töltényeket jó közelre. Bum! Bum! Jó, még egy. Nem belefért még a negyedik? Jó, igen, jók vagyunk. Erre most hogy nem tudunk rá? Nem játszunk rá még egyet szerintem. Dehogy is. Szerintem távolabb megyek. Valami távolság. Hova tűnt minden? Ó, csesz meg! Azt nem szedjük ki, azt nem hozzuk ki. Azt nagyon-nagyon nem hozzuk ki. Légy szíves, egy ilyet toljára. Köszöntem. I'm so sorry, I couldn't protect you. All you've ever done is protect me. No. Not this time. You lost your chance. I'm so sorry. No. It was my choice. And I don't regret it one bit. If
I had left you, then we never would have had this chance to talk face to face. Ez egy jó lezárás. De mondjuk... Evelynnel még nem végeztünk. I'm okay. I'm so proud of you. I'm so very proud of you. Love you, Rose. I love you too, Dad. Imádom, hogy még itt is tartották direkt azt. Azon kívül tudjuk, hogy van neki arca, még itt is direkt takarták. Elméletileg visszajöttünk, erőnk megmaradt, mert úgy döntöttünk, hogy hát most na azért, értitek, na. Jó, fatergyűrű. Yes, sir. Dad. Azt fel kell csapni. Ennyi? Ez ugyanaz, mint a 8-nak az endingje. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then you can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like it. I think it does. But eddig ugyanaz. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. És itt a sima 8-nak is a végén láttunk egy úriembert az útnak a végén. Yep. Az kicsoda. Ott afkor sétál az autó felé, és tehát megáll az autó, amikor a közelébe ér. Igen, megáll az autó. És tehát csak sétál a kamera felé az úriember? Az ki a franc lehet? Ha. I guess meg tudjuk majd a Resident Evil 9-ben, meg felborul a lámpám, mint mindig. Na mindegy, szóval akkor ez volt a DLC.
enyhe csalódás volt az, hogy ugyanazok a helyek voltak felhasználva, de ugyanakkor okos írás miatt teljes mértékben megbocsátható, mert mi annának a gondolatai megyünk keresztül, akkor egyértelműen ugyanazokon a helyeken vagyunk. A bábos rész egyszerre kapja be, aki megcsinálta, és füzetés emelés neki. Az abszolút a fénypontja volt ennek az egésznek, és főleg azért, mert a báboktól rohadtul félek egyébként. Ezen kívül a final boss szerintem jó volt. Igaz, hogy egy gimmick fight volt, tehát hogy nem hiszem, hogy ott meg lehetett volna halni. Vagyis hát, hogyha meg lehetett volna, akkor is semmire nem volt szükségünk, úgy kifejezetten a képességeken kívül, mert tehát a végén is arra jött ki, hogy ugye a képességekkel. Na de hogyha egy gimmick csatát csinálnak, akkor az a fő cél, hogy tehát ha már egyszer a gameplay az egy olyan dolog, amit nem nagyon a játékoson múlik, akkor már egyszer legyen vizuálisan lenyűgöző, és vizuálisan lenyűgöző volt, hogy kifejezetten, és rohadt jó érzés volt a golyókat dodzsolni egyébként, amik felém jöttek. Szóval azt megadom, az jó volt. Megér 6000 forintot. Kérdéses. Vannak játékok, amik ebbe kerülnek, és jóval többet ki lehet belőlük nyerni. De ez igazából csak egy DLC. Ugye nem feltétlenül vannak benne érdekes kérdéseim. Tehát, hogy miért volt külső nézetre zárva az egész DLC? Szerintem ez jóval jobban működött volna belső nézetben. De nem kaptuk meg. Na mint szóval, ha végeztünk a DLC-vel, akkor lesz egy szavazás, lesz egy Ratty Online először holnap. Lesz egy stream, ami még nincsen bejelentve, nagy valószínűséggel akkor lesz bejelentve, amikor ez a videó kijön, vagyis hát nem akkor, hanem ma, csak úgy szimplen. Ezen kívül befejeztem az írását a Ludum Dares videónak a scriptjének, szóval. Elindult rajta a forgatás, és remélhetőleg minél előbb ki tudom azt is adni. 2 óra 50. Ja, zöld fő tínézser kap be? Szóval 17000 pont megint. Rózárnyai mentett adatok elmentve. Ja, tényleg ennyi volt. Tehát végeztünk az egésszel. Hát jó, na meg van még ez az extra, ez a zsoldosok, meg megbízások. Ez, igen, ez egy az egybe, tehát csak szimplán pontra megy, és itt lehet játszani több karakter által, ahogyan elnéztem. Vagy jól tudom, lehet játszani elméletileg Heisenberg által, de tehát azt fel kell oldani, ja, szóval ez csak ilyen pontszámokra megy, ezzel nem fogok foglalkozni szerintem. Szóval akkor ez volt a Resident Evil Village, azaz a Resident Evil 8. Szerintem határozottan ez az egyik legjobb új Resident Evil játék, amivel játszottam. A 2005-ös 4-nél természetesen nem jobb, tehát azt most már csak szimplán azért nem merem leváltani, mert based vagyok, mint a retek, mert nosztalgia köt a játékhoz, de azon kívül véleményem szerint tényleg az a legjobb. Ez határozottan egy top 3 szerintem, legalább egy top 3. Azt nem tudom, hogy a 4 remake fölé helyezzem-e vagy nem. Na ez majd idővel kiderül, hogy melyikre fogok emlékezni jobban, meg hát évvégén úgyis csinálunk majd egy megint csak egy tier listet, amikkel játszottam idén, szóval akkor támogatok itt annak, és akkor holnap jövünk majd Ratty Online nap, és akkor utána majd folytatjuk valamiféle megszavazott témával elméletileg. És hamarosan kipróbáltunk valami VR-osat is szerintem, mert rendeltem olyan zsinort, amire szükségem volt, mert tehát anélkül nem tudom rákötni a VR-t a gépre. Azt majd megnézzük, na mindig, csösszök, Ali. Bye.